Felveszik az önkéntes adatait, aki később orvosi vizsgálatra megy, végül beül a véradó székbe. Ezek a lépései az önkéntes véradásnak, a Nyíregyházi Egyetemen is. Hallgatókat, oktatókat és dolgozókat is várnak a B-épület földszintjén. Azok is jelentkezhetnek, akik most először adnak vért. Nekik fontos tudni, hogy a véradás nem hasonlít a vérvételhez. A véradásnak az alapvető szándéka az a segítés, tehát hogy beteg embereknek átadva a vérünket segítsük az ő gyógyulását. A vérvétel az pedig ugye egészségügyi okokból az orvos berendel minket egy vérvételre, hogy bizonyos adatokat abból megtudjon. A kettő közt az alapvető másik különbség az az, hogy a véradásra fel kell készülni, enni, inni kell bőségesen előtte, hogy a szervezet a lehető legkisebb problémamentes legyen a véradás. A fiatalok jelentik a véradások bázisát, ezért is fontos az országos felsőoktatási véradó verseny. Idén első alkalommal kettől várták az önkénteseket. A Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat munkatársai csütörtök délután 16 óráig állomásoznak a Nyíregyházi Egyetemen. Tavaly kategóriájában az első helyen végzett az intézmény. Abban a kategóriában, amely hallgatói létszámot az 5000-et nem éri el, abban nyertünk. És azért voltunk nagyon büszkék rá, mert ugyanebben a kategóriában volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. És hát ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről úgy gondoljuk, hogy ott azért nagyon egészséges, nagyon a hazájukért és nagyon a jó ügyért elkötelezett hallgatók járnak, és még őket is meg tudtuk verni, és most ez a verni természetesen idézőjeles, tehát őket is legyőztük. Hát nagyon bízom benne, nem szokott egyébként problémát jelenteni a hallgatói aktivitás, hát bízom benne, hogy az idén is jól szerepelünk. Ehhez az eredményhez szükség volt a hallgatók 14%-os részvételére tavaly. Idén az első napon összesen 25-en adtak vért az egyetemen.